egy olyan szövegről beszélgetünk, ami mértékben dokumentarista, bizonyos mértékben szociológiai problémákat tár föl és tárgyal, mint egy diléma inkább, és nagyon fordított helyzetbe kerül ezáltal a néző. Tehát, hogy sok olyan jelenet van, ahol egy hajón ülünk, mi migránsok, mármint mi nézők, és ugyanúgy benne vagyunk a játékba, mint a színészek. Tehát, hogy aktív részesei leszünk a színpadnak, mi vagyunk a főszereplői, mint nézők a történetnek, akarva akaratlanul beszínpad minket a történet, és folyamatosan, hogy is mondjam, rajtunk csapódik le. Engem azért ragadott meg az a történet, mert személyesen ismerem a szerzőt, rendeztem már több darabját, és amikor elolvastam ezt, akkor azt éreztem, hogy egy újabb, hogy is mondjam, lépést tett a géniusz fele, mert hogy egy félelmetesen jó szöveg. Ez nagyon-nagyon, hogy is mondjam, mélyrehatóan emberi problémákat tárgyal, emberi sorsokat, nem tömegként kezeli a migrációt, mint problémát, de egyáltalán nem erre van kiegyezve. Tehát, hogy ebből az előadásból nem fogunk semmi olyat megtudni, amit a hírekben hallunk, vagy tehát, hogy nem egy olyan szociomassa, amit a multimédia nyomat nekünk, tehát ez egy sokkal mélyebbre ásó történet halmaz, mivel ilyen epizódokból áll össze a darab, tehát, hogy nem nincs egy epikus szál, ami végig követi, tehát, hogy elindul a történet, és aztán a végére ér. Vannak történetek, amik követhetőek, vannak visszatérő jelenetek, viszont nagyon erős emberi sorsok vannak megírva benne, és természetesen a probléma kapcsán összeütközések, etnikai összeütközések, szociológiai összeütközések, olyan, hogy is mondjam, ellentmondásos hogy szituációk az életben, amikor nem tudod eldönteni, hogy kinek a pártjára váljál. Az ember és az embernek az ereje, meg az embernek az öntudata, meg az embernek a lelke az, ami előtérbe kéne kerüljön. Tehát, hogy adtunk egy esélyt a gazdaságnak, adtunk egy esélyt valamikor régen a filozófiának, volt nagyon sokféle fajta háború. Most szerintem egy olyan kor jön, hogy egy kicsit jobban oda kéne figyeljünk az emberre, adjunk egy esélyt az embernek. Mert az emberben rejlenek olyan dolgok, amiket például színház révén ki lehet aknázni, vagy föl lehet tenni olyan kérdéseket, amik tényleg radikálisak, hogy merre tartunk mi emberek, emberiség, ki merre tart személyre szabottan, és hogy tényleg mi a jövőképünk, hogyan látjuk azt, hogy felnőnek a gyerekeink, milyen világba, és mit kezdünk majd avval. Mit mondunk a mai naptól kezdődően a gyerekeinknek, hogy hogyan készüljön a jövőre. Szerintem ez a legfontosabb, amit a színház kéne tudjon.